Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Új gyártóközpont létesült Pécsett, így már csaknem 110 főnek ad munkát az E-Elektronika Kft. 13. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó, látványos programokkal nyílt meg a fesztivál. Horváth Judit emléktorna, győzött a Nemzeti Kosárlabda Akadémia csapata. Új telephelyet nyitott az elektronikai gyártással és fejlesztéssel foglalkozó pécsi cég. A Z-Elektronika 200 millió forintból hozta létre Bajor utcai második telephelyét, így összesen már 110 főnek biztosítanak munkát. A gyár bemutatkozásán Decsi István Pécs alpolgármester elmondta, azok a cégek, amelyek Pécset gondolkoznak fejlesztésben, adókedvezményben is részesülhetnek, így az a cél, hogy a kis és középvállalkozások is bővüljenek a megyeszékhelyen. Orvostechnikai, autóipari és biztonságtechnikai cégeknek is bedolgozik a Z-Elektronika gyártó cég, ahol 2007-ben csupán ketten dolgoztak. Most már Pécsen belül két telephelyen összesen 110 embert foglalkoztatnak. Legújabb Bajor utcai csarnokukban elektronikai gyártással foglalkoznak. Ezt az ingatlan tavaly vásároltunk, és az elmúlt egy év alatt teljesen átalakítottuk, felújítottuk, és olyanra formáltuk, ami már egy korszerű elektronikai gyártásnak az alap követelménye. Összesen jelenleg 110 főt foglalkoztatunk. A telephelyet 200 millió forintból fejlesztették, a cég főként az ipari szereplők számára végez bérgyártást, még pécsi vállalkozásoknak is bedolgozik. Javarészt azonban exportra termel, partnerei között vannak német, svájci, görög és szlovén cégek. Decsi István Pécs alpolgármestere elmondta, az elmúlt időszakban több nemzetközi cég választotta telephelyének a megyeszékhelyet, de a város vezetése azokat a kis- és középvállalkozásokat, családi cégeket is nagyra becsüli, akik itt helyben bővültek. Így azok, akik komoly fejlesztést terveznek, adókedvezményben is részesülnek. Nagyon fontosak ezek a vállalkozások is Pécs számára, hiszen több ezer embernek, tízezres nagyságrendben adnak munkát az ilyen családi vállalkozások Pécset. Szeretnénk, hogyha ők tovább erősödnének, és hogyha a város az ő működésüket, fejlesztésüket is tudná támogatni. Pécset az elmúlt 16 hónapban 4 havonta jelentettek be gyárbővítést vagy teljesen új gyár letelepedését. Pécset és a környékén az idei év első negyedévében 23 milliárd forintos beruházásról döntöttek. Ez 44%-kal több, mint egy évvel korábban, és ezzel az értékkel a megye lekörözi az országos 26%-os beruházás növekedési ütemet. Az önkormányzati választásokra készülve tájékoztató kampányba kezd a Fidelitas Pécset, jelentette be az ifjúsági szervezet hétfőn. A Fidelitas szerint a pécsieknek joguk van tudni, kire szavaznak, ezért kampányba kezdenek, amelyben a baloldali Mindenki Pécsért polgármester jelöltje Péterfi Attila korábbi munkásságát részletezik. Mint ismert, Péterfi korábban a pécsi hőerőmű vezérigazgatójaként dolgozott. Az erőműben történt biomassa alapú tüzelés bevezetése miatt jelentős területű erdőt írtottak ki, egyebek mellett a mecsekben is. A jobboldali szervezet szerint a kampány célja, hogy emlékeztessék a pécsieket a múlt sérelmeire, mivel ez a jövőbeli döntéseket is meghatározhatja. Ezekben a kohókban 3 millió tonna fát égettek el hosszú évek alatt, és Péterfi Attilának, aki ma azt állítja, hogy ez nem igaz, nyilvánvalóan nem mond igazat, nyilvánvalóan egyébként hazudik. Meg kell nézni azokat a fotókat, amelyek ebben az időszakban készültek a pécsi hőerőmű udvarán, meg kell kérdezni azokat a természetvédő civil szervezeteket, akik folyamatosan próbálták megakadályozni ezt, de mindig falakba ütköztek, és Péterfi Attila egyszer sem engedte nekik, hogy bevizsgálják a fákat, és ki kell menni, meg kell nézni azokat az írtásokat, egyébként amiket a hétköznapi emberek Péterfi írtásoknak neveztek el, miután itt ezek a tájsebek a mai napig nem gyógyultak be. Tehát mi az említett okok miatt fel szeretnénk hívni a pécsiek figyelmét arra, a Pécsen élő választópolgárok figyelmét arra, hogy mielőtt behúzzák az X-et bármelyik polgármester jelölt neve mellé, előtte gondolják azt, hogy egy olyan polgármestert szeretnének, aki folytatja a város fejlődését, építését, vagy pedig egy olyan polgármester jelöltet, aki már bizonyította a meccsekben, hogy mire képes.
Szeptember 16-a és 23-a között rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet, ami az autómentes közlekedésre irányítja a városlakók figyelmét. A biciklizés és sétálás mellett a közösségi közlekedést is népszerűsítik a programban. A mobilitási héten a pici buszmegállók is barátságosabb, zöldebb megjelenést kaptak, ráadásul egyes buszmegállókban interaktív játékot kínálnak az utasoknak, akik az úgynevezett QR-kóddal ellenőrizhetik, helyesen válaszoltak-e a feltett kérdésre, és így tudható meg az is, melyik buszmegállóban található a következő feladvány. Azok az utasok, akik ezen a héten mind a 6 ponton helyesen töltik ki a kvízt, ajándékkal gazdagodnak. A Tükebusz 3 napos jegyet is kínál a mobilitási héten az utazóközönségnek, de az önkormányzat az egyhetes kampányon túl is további fejlesztéseket tervez a zöldebb város érdekében. Ennek a mobilitási hétnek most úgy tudunk nekifutni, hogy az első 10 elektromos busz beszerzése megindult. Úgy gondolom ez egy éven belül mind a 10 busz itt lesz, és ez egy jelentős változást fog okozni a légszennyezettség, a zajszennyezés tekintetében, éppen úgy, mint a pénztárca tekintetében, mert reménységünk szerint az új buszokkal olcsóbban is lehet majd közlekedni. Látványos programmal kezdődött a 13. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. A Pécsi Balett premierje előtt az érdeklődők a Pécsi Tudományegyetem Táncoló Egyetem előadását tekinthették meg a színház téren. Ingyenes szabadtéri programmal vette kezdetét a 13. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. A PTE Táncoló Egyetem programjának tagjai egytől egyik diákok, akik egyetemi tanulmányaik mellett a legkülönfélébb táncok koreográfiáinak betanulásával foglalkoznak. A színház téren tartott előadásuk vezette fel a Pécsi Balett Carmina Burana című balett előadásának premierjét. Vince Balázs, a darab koreográfusa új kontextusba helyezte a középkori diákdalokat. A nézőket azonban nem csupán a táncosok produkciója, hanem az egyedi díszlet is ámulatba ejtette. Egy speciális díszlet van, egy félcső, amiben ugye, ha a fiatalok mondjuk tudják, ugye biciklizni, meg gördeszkázni szoktak, nem igazából egy autentikus balett előadás, amikor csak egy balett szőnyeg van, és ezért speciális mozgásokra is volt szükség, amiket nagyon ki kellett gyakorolnunk. Az 5 napos fesztiválon a táncelőadások mellett szakmai programok, egyebek mellett tánctörténetóra és táncfilm összeállítás is várta az érdeklődőket. A színpadi darabok előadói a magyar és az európai együttesek, akik legújabb produkciójukat hozták el Pécsre. A fesztivál fantasztikus a város közönségének, mert úgy gondolom, hogy olyan ez, mint egy táncművészeti börze. Tehát a táncművészet minden műfaja látható, a néptánc, kortárstánc, klasszikus balett, modern tánc, ez alatt a fesztivál alatt, és a pécsi közönségnek nem kell elutazni Dániába, nem kell elutazni Budapestre, sem Győrbe, mindent láthat. A tánctalálkozó szeptember 18-ig tart. A különböző előadásokon magyar, román, dán együttesek produkcióit láthatja a közönség. A programban klasszikus balett, kortárstánc, valamint táncszínházi előadások is szerepelnek. Tűzijáték, koncertek, vidám park, hétvégén rendezték az első pécsi családi roma fesztivált. A rendezvény fő célja megismertetni a roma kultúrát az érdeklődőkkel, mindezt elsősorban a zenén keresztül. Étel-italudvarral várták az első pécsi családi roma fesztivál látogatóit az Expo Centerben. A rendezvényen a jazz, gypsy, pop, latino és szamba stílusok elismert képviselőinek előadásait hallgathatták meg az érdeklődők, amelyet este a nap főeseménye a Váradi Roma Café fellépése zárt. A látogatók elmondása szerint a fesztiválon hangulatos, családias légkör fogadta őket. Nagyon jól érezzük magunkat, a családdal vagyunk itt. Családi napot tartunk, sokat járunk roma napokra, így a környéken. Az előadó művészek fontosnak tartották, hogy az általuk írt zenékbe belevonják azokat a motívumokat és stílusjegyeket, amelyek évszázadokon keresztül jellemezték a roma zenét. Ezzel az egésszel azt szerettük volna elérni, hogy a roma zenét meg a roma kultúrát megismertessük a lakossággal, így a zenén keresztül az értékeket át tudjuk adni. Ez volt vele a fő célunk igazából. Az első pécsi családi roma fesztiválon csaknem 2000-en vettek részt, a szervezők a rendezvény sikerén felbuzdulva már tervezik az esemény újbóli megrendezését. 10. alkalommal lepték el veterán autócsodák a Széchenyi teret. Az Oldtimer Club Pécs szervezésében hétvégén újra megtekinthették az érdeklődők a több mint 30 éves modelleket, csaknem 100 járművet állítottak ki a térre.
A motorok, Skodák, Trabantok, Moszkvicsok és más európai nagymárkák mellett egy-két különleges amerikai autót is megnézhetett a közönség vasárnap Pécs főterén. Az idei őszi felvonulás kedvencei között szerepelt egy oldtimer Opel Rekord, egy hosszúságban és szélességben egyaránt hatalmas fekete Cadillac, de az érdeklődők láthattak egy Volkswagen Transportert is, amely Hippi Vagon néven ismert. Jó, színvonalas rendezvény, sok autó van, öregek is, úgyhogy a fiam nagy érdeklődője az autóknak, úgyhogy egész gyűjteménye van otthon, és ilyenkor ki szoktunk nézni azért. Veterán járműnek a 30 évnél öregebb autók számítanak, ám csupán a kor még nem elegendő a veteránsághoz, komoly műszaki és esztétikai követelményeknek kell megfelelni a minősítéshez. A minősítésről egy bizottság dönt, a közlekedési felügyelet, múzeumok, valamint a Magyar Veteránjárművesek Szövetsége közreműködésével. Úgy gondoltuk, hogy minél színesebb paletta, a minél nagyobb választék itt ezen az oldtimer kiállításon. Nagyon fontos a gyerekeknek az, hogy egy Jaguart láthatnak, az, hogy egy ilyen komoly, nagy teljesítményű, klasszikus, igazán klasszikus autót, ez nagyon fontos. A szervezők nem csak a veterán autócsodákat mutatták be, hanem fakultatív programokkal is készültek. Informatív előadásokat és tárlatvezetéseket is tartottak, hogy a messzebbről érkezők is megismerhessék Pécs pince rendszerét, a székesegyházat vagy a püspöki kincstárat. Mi minden évben meghirdetjük szeptemberben a nemzetközi veteránjármű találkozónkat, és azok a veteránosok, akik úgy érzik, hogy hozzánk szeretnének jönni vendégségbe, azok a honlapunkon online tudnak regisztrálni, és így alakul ki tulajdonképpen a jármű kollekció. A Pécsi Oldtimer Klub évente többször is szervez hasonló autós megmozdulásokat, egyebek mellett veteránbőrzét is, ahol régi autó- és motoralkatrészeket, karburátorokat, lámpabúrákat, műszerfalakat, rendszámtáblákat, autós könyveket, lemezeket és mindenféle apróságot is lehet vásárolni. És most sport. Hibátlan mérleggel mindhárom mérkőzését megnyerve végzett az első helyen a Rádgéber Akadémia kadettlány csapata a harmadik Horváth Judit emléktornán. A hétvégi eseményen egy a volt irányító erekéivel berendezett vitrint is átadtak, amely ezen túl az akadémia folyosóját díszíti. Harmadik alkalommal emlékeztek Horváth Juditra a Nemzeti Kosárlabda Akadémián. Az egykori válogatott játékos 34 évesen hunyt el egy közlekedési balesetben 1997. szeptemberében, egy nappal a bajnoki szezon nyitánya előtt. A háromszoros magyar bajnok játékos tiszteletére nemzetközi emléktornát szerveztek, ahol a Nemzeti Kosárlabda Akadémia növendékei, a szlovák Kassa, a bosnyák Banja Luka és a szerb Strava Pazova csapatai ellen léphettek pályára. Elég színvonalas torna sikeredett belőle, és nagyon örülök, hogy sikerült tehát ilyen külföldi csapatokat idehozni. Ninkovics Mari együttese mindhárom ellenfelét legyőzve végzett az első helyen. A csapat játékán látszott a győzni és bizonyítani akarás, így próbáltak méltó módon megemlékezni a magyar válogatott korábbi ikonikus irányítójáról. Anintics Livia szakágvezető nem csak kollégaként, hanem csapattársként és barátként gondolt vissza Horváth Juditra. Annyira sok élmény, pozitív élmény köt össze vele, hogy számomra ő itt van. Tehát amikor rágondolok, amikor a régi fényképeket nézem, újságkivágásokat, vagy pedig a csapattársakkal, a régi csapattársakkal beszélgetünk, tehát mindannyian annyira szeretettel, örömmel és jó érzéssel gondolunk rá. Az eredmény hirdetés után, amelyen a Rádgéber Akadémia növendékei átvehették a kupagyőzelemért járó trófeát, átadták a Horváth Judit mezével, érmeivel és fotóival díszített vitrint, amely mostantól az akadémia folyosóján látható. Csaknem 2000-en gyűltek össze szombaton a Széchenyi téren, hogy csatlakozzanak a Fussa rákgyógyításért elnevezésű jótékonysági rendezvényhez. A szervező Pécsi Tudományegyetem a nevezési díjakból összegyűjtött összeget az Euroaquilo Gyermekonkológia és Gyermekhospice közalapítványnak ajánlotta fel. 11. alkalommal csatlakozhattak a pécsiek a jótékonysági futáshoz. Idén csaknem 3 kilométert tettek meg a résztvevők, akik részvételükkel az Euroaquilo Gyermekonkológia és Gyermekhospice közalapítvány munkáját támogatták. A nevezési díjjal egy egyedi pólót kaptak a résztvevők, a futás követően pedig tombolos sorsoláson vehettek részt. A pécsiek szerint fontos felhívni az emberek figyelmét a jótékony cselekedetek fontosságára, hogy minél többen csatlakozzanak a hasonló kezdeményezésekhez. Nagyon jó ügyben történik ez az esemény, és olyanokon tudunk segíteni, akik úgy gondolom, hogy rászorulnak, és érdemes ezen részt venni. Mondjuk azért, mert segítenek avval a pénzzel, amit bedobálnak a pólóra.
A kezdeményezéshez idén a Tettye forrása a ZRT is csatlakozott, akik hideg csapvízzel várták a futókat. Programjukkal a környezettudatosságra is felhívták a figyelmet, hiszen nem műanyag, hanem lebomló kukoricaros poharakba töltötték a frissítőt. A rendezvényt évtizedeken keresztül a Dunántúli Postás Sportegyesület rendezte. Tőlük vett át idén az esemény szervezését a Pécsi Tudományegyetem sportirodája. Szeretünk ilyen társadalmi dolgokban részt venni, és valahol célunk is az, hogy a Pécsi Tudományegyetemet egy picit hozzuk közelebb a város polgáraihoz, mert mindenki tudja, hogy itt van egy hatalmas nagy egyetem 25 ezer hallgatóval, dolgozóval, de azt gondolom, hogy össze kell érjen, össze kell forjon ez a két nagy egység, a város és az egyetem. A futáson több mint 2000 pécsi vett részt. Volt, aki házi alatával tette meg a távot, voltak, akik teljes családdal érkeztek. A cél mindenkinél közös volt, jótékonysággal segíteni a rászorulókon. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Új gyártóközpont létesült Pécsett, így már csaknem 110 főnek ad munkát a Z-Elektronika Kft. 13. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó, látványos programokkal nyílt meg a fesztivál. Horváth Judit emléktorna, győzött a Nemzeti Kosárlabda Akadémia csapata. Híradunk végén néhány szó az időjárásról. Hétfő késő estére 17 fokig hűl le a levegő hőmérséklete Pécsett, kedden egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, kisebb esőre, futó záporokra számítani kell. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!